Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Újra itt a nagy mű, amelyben olyan felejthetetlen popkulturális teljesítményeket szeretnénk bemutatni, amelyek kitörölhetetlen nyomot hagytak emlékezetünkben. Most az 1987-ben alakult és hivatalosan 2010-ig működő Kispál és a Borz sikertörténetét, annak műhelytitkait idézzük fel. A pécsi zenekar jelentősége, kultusza megkérdőjelezhetetlen a hazai zenei életben. Olyan dolog fűződnek a nevükhöz, hogy csak párat említsek, mint a húsrágó, hídverő, zsákmányállat, csillag vagy fecske, zár az égbolt, szívrablás, emese, vagy a ha az életben. A zenekar történetének legnagyobb beltéri koncertjére készül december 30-án az MVM Dombban. Most a műsor első felében a zenekar két tagjával, Kispál Andrással és Lovasi Andrással beszélgetek. Mielőtt őket kérdezném, kérem hallgassák meg a műsor főtámogatójának rövid üzenetét. Foglald le most 15% előfoglalási kedvezménnyel a téli utazásodat Ománba, az örök napsütés országába. Ibusz, tel is teve élményekkel. Ugye azt mondod, hogy nagyon különböző ízlésű, zeneízlésű ember alkotta ezt a zenekart. Te azt mondtad, hogy minden zenekar sorsát a próbatermi kémia dönti el. Tehát végső soron ti emberileg voltatok nagyon jóban? Működött a kémia? Azt, hogy mi emberileg jobban voltunk, ezt mindig fenntartásukkal mondtam, hogy jó, hát mi az Andrással sose voltunk barátok, ma már nem ezt mondanám, mert rájöttem, hogy én azt a fajta gyerekkori vagy fiatalkori pajtásságot vagy barátságot kerestem, ami hát nyilván neki is valószínűleg volt, meg nekem is van még a mai napig szerencsére, nem tudom, osztálytársak vagy egy tömbbe laktunk. Ma már azt gondolom, hogy legalább olyan egyenrangú az, amit mi csináltunk, együtt végigcsináltuk, és hogy egymás szemébe tudunk nézni ma is, és hogy nem vesztünk össze a pénzen, és hogy vagy ha összevesztünk, utána kibeszéltük, ha a pénzen, ha máson, de azért nyilván néha összevesztünk. Szóval, hogy van egyfajta olyan kollegalitás és olyan dolog, ami hát nyilván most a szeretet szót is használhatjuk, tehát hogy szeretjük egymást. Azt, hogy ez most barátsága vagy nem barátság, ezt nem tudom, de végül is mondhatjuk, hogyha ez jobban hangzik, ha nézzük fel, hogy mi mekkora barátok vagyunk, akkor fel mondhatjuk azt is, de valójában vagy több, vagy kevesebb is a munkatárság, tehát a kollegalitás az, hogy mi furcsa módon úgy tudtunk hatni egymásra, hogy előttem, mert ugye nekem is volt előttem zenekar, egy-két zenekari próbálkozásommal, kis egyet-kettőt hallott is. Jó. Egyszer lehívtam őket egy ilyen próbára, még akkor még gimnazisták voltunk, és hogy már ők énekest kerestek, és lehívtam őket egy próbára, hogy hallgassanak meg minket is, a haverommal, a boci haverommal, aki most Svédországban gyerekorvos, és ilyen csófa tubor karszal mentek el. Nem találták meg, amit kerestek. Hát már az volt a számcím, hogy égnek meredő uborka. Hát, hát ilyen serdülőkori merevedési problémákról énekeltünk. Na, és a lényeg az, hogy inkább az volt, hogy a zenei szempontból az volt egy nagy találkozás, hogy az András akkor már egy visszakész, kialakult gitáros volt, saját ízléssel. Az Ózdi egyébként szintén, akit a Kispé hozott, ők egy zenekarban voltak, és együtt jöttek el egy zenekarból. Rezső, ő volt a basszusgitáros. Én nem nagyon tudtam gitározni, de úgy nyilván ilyen tábortűzi szinten tudtam. Rikoltozni annál inkább, és volt a Ricsi, aki a dobos volt, de valahogy együtt úgy megszólalt, és én még sosem hallottam, pedig addigra már zenéltem lakodalmas zenekarba, a hadseregbe, tehát én zenéltem már zenekarokba, valahogy úgy megszólalt egyszer, és én sosem hallottam még azt, hogy ez valami olyasmi, amit én csak álmodok, hogy ez így lehet, hogy ez így megszólal, és úgy. Tehát volt valami egyből, valami titokot. Ennyi idő után sem tudnál meghatározott definícióval élni, hogy ez mitől működött? Ezek megfejthetetlen dolgok? Igen, meg ez egy ilyen klassz dolog. Tehát, hogy akkor se tudtam, és akkor hirtelen azt gondoltam, hogy itt van valami, amit így el kell kapni. Volt egy ötlet, akkor azt valamilyen módon szublimáltuk, és akkor azt úgy körbe-körbe játszottuk, és akkor két nap múlva találkoztunk, és amíg emlékeztünk rá, akkor azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet. De tényleg van ilyen, hogy van egy ötlet, van egy ilyen íz, és ahogy megszólal az egész, azt gondolt, hogy ebben van egy dal. Te mikor gondoltad azt, hogy futott át először a fejeden, hogy ebből egy nagyon komoly történet is lehet? Először hadd kérdezzem meg, mi az a sublimáció? Ez komolyan nem tudom. Lepárolsz valamit, tehát lesüríted, elválasztod a fontos dolgot a kevésbé fontos dologtól, most erre használom. Egyébként kémiai kifejezés. Hát meg használni fogom. Bocsáss meg, mi volt a kérdés? Ez most így tanulni szeretek mindig. Hogy mikor érezted először azt, hogy ebből komoly dolog is lehet? Tehát amikor a kedves, amatőr, lelkesült fázisból eljutottatok oda, hogy egy országosan ismert, számodra is fontos történet kezd körvonalazódni. Az igazság, hogy én tudatosan sose gondolkodtam. Igazából én nem törtem a fejemet ezeken a dolgokon, mentem próbálni, nagyon szerettem zenélni, szerettem együtt lenni most nem tudom, barátaimmal, még nem dőlt el. Még nálad se dőlt el? Dehogy nem, én úgy fogalmaznám meg az Andrással való kapcsolatunkat, hogy tehát bármi baj van, akármilyen, így egymás hátának tudnánk tartani. Érted, mire gondolok? Volt is olyan, hogy próbára lett mindez téve? Tehát te kerültél olyan élethelyzetbe, vagy fordítva, hogy a másikhoz fordultatok, és élesre vizsgáztatok. Biztos, hogy volt. Annyira éles helyzetek nem voltak, hogy annyira kipróbáljuk egymást, de hogyha valami gondunk van, akkor bárhogy megbeszélhetjük egymásnak. Én úgy gondolom, az kettőnk között marad. Tanulni lehet belőle. Én is tanulhatok, ő is a saját balhéimból, problémáimból. Ha mondjuk bajba kerülnél életed, Isten ne adja, valami nagy baj történik veled éjjel, hányba van a Lovasi, akit fölhívnál? Valószínűleg ő lenne az első. Az első? Hát a feleségem. Biztos, hogy ő. Ha nem lenne ott a feleséged. Hát mostanában már 60 fele, biztos, hogy kell erre számítani. Hogy... De ő hányba van nálad a te esetedben? Kispi? Hát mivel Pesten vagyok, ez valószínűleg előbb-utóbb meg tudná, hogy valami baj van velem, de most például a vállásomkor, amikor ez így beélesedett, akkor az András az elsők között hívott fel, és ez nagyon jól is esett. Már ilyen baráti szolidaritást címben? Igen, hát illetve, hogyha bármiben tudok segíteni, akkor szóljak. Bármikor mindez volt próbára téve olyan értelemben, hogy csalódást is el kellett viselni a másiktól? Nekem nem. Tehát ilyen éles helyzetben szerintem voltak azért éles helyzetek, olyan helyzetek, ahol az ember emberségből vizsgázik, és szerintem nem nagyon tudok olyat mondani. Inkább olyasmi van, hogy az ember nem terheli a másikat. Azt gondolja, hogy ez nem olyan éles dolog, és nem fogom ezzel a másikat piszkálni, vagy éppen nyilván azért volt eltelt közel 10 év, amikor nem találkoztunk naponta. Ugye ez 2010 után volt, amikor felbomlott a zenekar. Igen, és azért olyankor is, de mondjuk simán volt 2-3-4 hónap, hogy nem beszéltünk. Egy lehetséges konfliktus helyzetet felvázolhatok? Elmélyedve a Kispál univerzumba, itt szokták ezt érni a nagy tudorok, például az, hogy Lovasi András nagyon erőteljesen volt jelen a zenekar kreativitásában, hogy így fejezzem ki magam. Rengeteg ötlettel jött. Az ő elmondása szerint korábbi interjúkra hagyatkozom, sokat is tett bele, tehát kvázi ilyen kreatív vezetője is volt ennek az együttesnek. Ez nem járt dominancia harccal? Valaha is? És megmondom, mire gondolok. Még az olyan típusú emberek is, akik nem vágynak vezérűrű szerepre, időnként, én legalábbis így tapasztaltam bármilyen műfajban, néha elgondolkodnak rajta, hogy most miért ő? Ő lehet, hogy nem vágyna erre, de van benne egy olyan érzés, hogy miért ő. Volt-e ilyen? Kispi? Szerintem nem volt, mert nem az a fajta ember vagyok, aki szeret előre tolakodni, sőt, az túl, hogy mondjam, szimpla vagyok. Tehát olyan ötleteim nincsenek, igazából beszélni nem tudok, le is tiltottak a stúdióba járásról, hála Istennek. Tulajdonképpen én nem vitatkoztam sose vele. Olyan van, hogy nekem ez nem igazán tetszik, valami szám, vagy valami, de ezek nem viták, hanem én jelzem ezt. Szerintem az elején, ahol nem voltak még kialakulva a szerepek, ott volt azért, tehát eleve én nem azért lettem így a vezérülő, mert az akartam lenni, bár biztos van bennem egy ilyen eluralása a helyzeteknek, vagy nem tudom, és ez, nyilván ezzel küzd is az ember, mert hogy senki... Szóval én azért nem vagyok egy ilyen nagyon Nagyon jó, tehát hogy nálam jobb főnöket is el tudok képzelni, na, akkor úgy mondom. Túl domináns vagy? Nem, így, szóval nekem is kéne egy főnök, na. Szóval nem véletlenül, hogy kerestünk mindig menedzsert, meg szóval nekem is kell valaki, aki elirányít, aki én nem szeretek minden szituációban rám szegeződő tekinteteket nézni, hogy akkor most merre menjünk főnök? Nem tudom. És akkor nyilván egy idő után az emberről kialakul az, hogy majd a lovasi megmondja. És sokszor én se tudom. Amikor elindultunk, akkor például a Kispi ugyanúgy írt szövegeket, meg hozott szövegeket. Jó, de milyeneket. És én is hoztam, és a Rezső is hozott. Szóval az egésznek volt egy ilyen dinamikája, és ez egy jó dinamika, tehát hogy csak később kialakulnak ezek a szerepek, hogy jó, akkor Lovasi menjen föl Pestre, mert ő, mit tudom én, majd kevésbé tudja rádumálni a hülyeségre, ha nem tudom én ki. Aztán persze engem is rádumáltak, de... Akkor megfordítom, benned olyan kökeret verte, hogy ugyan annyi pénzért sokkal többet dolgozom, és nagyobb kockázatot vállalok. Az volt bennem, de aztán ezt is valamennyire, tehát nyilván először mindenki egyforma pénzt kapott, ez úgy menedzser volt egy, a zenekari tagok voltak egy-egy, és akkor változott meg például ez az anyagi elszámolás, mikor már olyan zenészek jöttek, akik nem voltak benne, és akkor azt mondtuk, hogy oké, de most ő miért keresen ugyanannyit, mint a Kispi meg én, mi már 10 éve, vagy 10x éve benne vagyunk, és akkor ott volt valami súlyozás, és akkor ez volt, hogy nőtt ez a százalék. Szóval ott próbáltuk, mert ez egy nehéz dolog, mert hogy van ez a session zenés státusz, meg van az, hogy zenekari tag vagy. A zenekari tag az nyilván azzal együtt jár, hogy akkor az már beleszólhat egy csomó dologba, felelősséggel jár, de kötelességekkel is jár. És nagyon sokszor azt vettük észre, és egyszer-kétszer előfordult, hogy nagyon sokan, akik később jöttek, azok, amikor a jogosultságok voltak, akkor zenekari tag volt, amikor a kötelességek, akkor hirtelen session zenész lett. Ezzel kiszembesítette őket zenekaron belül te? Hát leginkább én. Ez neked könnyen megy? Nem nagyon jó, egy tartós munkakapcsolatban, nem nagy, amire tudod, hogy vannak értékek, abban nagyon nehéz, tehát meg ebben rosszabb, ma már jobb vagyok, ma már sokkal jobb vagyok szerintem. Hogy kell jobban csinálni, mint akkor? Nem tudom, venni egy nagy levegőt és elmondani azt, ami eszembe jut. Ja, hogy sumákoltál korábban. Igen, szerintem igen. Például meg sumákoltam, meg így kicsit így alámentem, hogy így próbáltam kitalálni, hogy ő mit gondol, és nem azt mondtam, amit én gondolok, hanem a kettő egyvelegét próbáltam így közvetíteni, hogy így empatikus is vagyok, hú, meg minden. Azért a ti egyik achillessarkatok már, mint a zenekarnak, az a dobos volt. Tehát ott azért voltak tagcserék, volt, akivel nem voltatok megelégedve, az mondjuk elég konfliktusos volt. Hát tudok olyanról, hogy te csak úgy írtad be a telefonodba a nevét, hogy a dobos. Mert, hogy igen, ez egy olyan poén, hogy általában valahogy úgy alakult, én mindig a dobosok voltak a hálótársaim, tudod? A büntetésből. És akkor én erre mondtam azt, hogy na, kiért, már megint egy másik csávó van itt mellettem levő ágyon, tudod? És akkor egy poén lett. Egyébként én jobban voltam ezekkel az emberekkel, ezek azt hiszem, hogy ezek inkább ilyen szakmai dolgok voltak annak idején, én nem tudok ilyen belemenni. Valójában az van, hogy ugye most, hogy a Ricsi, aki az első dobosunk volt, Brajtigán Gábor, csak az apukája Richard volt, és ezért ő volt a kis Ricsi, és akkor így lett Ricsi, mert mindenki kérdezi, de miért Ricsi, hogyha Gábor? Na, szóval a Ricsi ugye 17-ben eltöltött másfél évet Komlón, és visszakaptunk egy új Ricsit, akivel nagyon-nagyon sok konfliktust újra tudtunk rágni, és újra tudtunk beszélni. És ez nekünk is nagyon jó volt. Kettőnk között is nagyon sokat segített. És a Ricsi kifejezetten, aki a leginkább olyan figura volt, hogy a leginkább eltemette magába ezeket a fájdalmait, és a kétségeit, és az őt ért sérelmeket. Nyilván ezért is ivott, ezeket mind-mind elkezdte elővenni, és elkezdtük megbeszélni. És szerencsére az a helyzet adódott, hogy meg tudtuk még ezeket időbe talán beszélni. Ti úgy gondoltátok, amikor ő elment Komlóra, azért az egy erős időszak lehetett, így a nyilatkozatokból is szétgöngyölve mindezt, hogy onnan még lesz visszaút? Tehát, hogy lesztek ti még valaha egy zenekar, hogy álltok ti egy színpadon? Akkor szerintem én annak örültem, hogy ez fel sem merült, hogy ha ő visszajön és ő akarja ezt, akkor nem jöhet vissza. Tehát, hogyha így kérdezed, akkor nem is gondolkodtam ezen. Azért azt szerintem egy borzasztó nehéz dolog ám. Mi azt láttuk, hogy ő nagyon nagy bajban van, és nem nagyon tudtunk rajta segíteni. A mi módszereink, amik addig se nagyon működtek, egyre kevésbé működtek, az, hogy így próbáltunk neki munkát adni, meg pénzt adni, meg tudod, ezzel csak a krízist nyújtottuk el, tulajdonképpen már így látom, illetve az ő sérelmeit még inkább tetéztük, hogy akikre ő haragszik bizonyos értelemben, vagy akár saját magára is haragudott, de hogy azokhoz fordul segítségért, és újra ugyanazokat a köröket futjuk. Szóval, hogy ez szerintem akkor azt láttam én, hogy nagyon, és ez utólag is derült, hogy ez nagyon, nagyon a vége annak a körnek, amit a Ricsi, annak a spirálnak, amiben ő belekerült. És ő ebből nagyon szépen kijött, és ez szerintem szuper. Jól mondtam, főnök? Mi volt az a szó? Nem szimbólum, vagy mi volt? Szublimát. Szublimát. Azt említettem ők, hogy gátlás szó. Te is azt mondtad, hogy nagyon kisítő voltál, és lámpalázas. A mai napig is lámpaláz, persze. Ennyi koncert, siker, elismerés, ilyesfajta státusz után is a torkodba dobog a szíved, ha felléptek? Hát nézd, az igazság, hogy nem vagyunk egyformák, tehát sokszor ilyen fesztiválokon néztem más zenekarokat, és néztem, hogy például milyen jó gitáros van, és akkor eszembe jutott sokszor, miért pont én vagyok itt. Tehát ebbe a népi együttesbe, érted? Nem tudom, mindig van már például, annyira össze tudtam attól zavarodni, hogyha valaki így nézte a kezemet, komolyan mondom, hogy elfelejtettem a számot, el fogom felejteni a számot, szétesnek a pedálok, és hogyha már második szám úgy lement, akkor már úgy megkönnyebbültem. De ez van, mit csináljak, ilyen vagyok. Én akkor is izgulok, basszus, el kell bennem az önkormányzatban, és valami fasságot valamit elintézni, hogy sikerül megcsinálni, ha nem. De mi a tétje az önkormányzatban való ügyintézésnek? Nem tudom, tartok azoktól az emberektől, akik el fognak nagyon durván engem küldeni, és rájöttem azt, hogy meg kell előznöm ezt, és nekem kell durvának lenni. Most így 60 éves koromra már úgy köszönök be, hogy berugod az ajtót, úgy van, ezt akarom, érted? Legutóbb volt, hogy személyigazolványt akartam csináltatni, és a nő erősködött, hogy nem kell manapság személyi, elég a jogosítvány. Mondom, de én személyigazolványt akarok, és ez 5 percig tartott. És a szomszéd ügyintéző azt mondta neki, csináld már meg azt a rohadt személyt. Ugyanakkor önkritikus is voltál magaddal szemben. A kezdeti időszakról te azt mondtad, hogy azért nem volt veled egyszerű. Nyűgös voltál, sértődékeny és hisztis. Igen, én viszont nem voltam, mint a Lovi, hogy kimondom, hogy mi a gond, inkább magamba hordtam, ezáltal úgy viselkedtem, hogy valószínűleg, hogy tényleg nehéz volt elviselni. Tényleg nehéz volt elviselni? Igen, néha, de kit nem. Szóval, hogy a Kispiben van egy fura játék, ő azt szeret, hogyha kitalálja az ember, hogy mi a baja. Tudod. És akkor rá kell vezetni? Hát így próbálkozik, hogy vezessen. De hát azért viszonylag egy idő után rájössz, hogy van egy bizonyos paletta, amin mozognak az igényei, és azokat végig kell zongorázni, és valamelyik... Hát igen, az emeletes ágyon utálok aludni például, tehát... De mindegy, szóval, hogy én azt gondolom egyébként, hogy és ez most is érdekel, ilyen szempontból is érdeklődve nézem azokat a fiatal srácokat, akik most ilyen tök népszerűek, és nagyon sokszor szerintem tök jó dolgokat csinálnak, a honi popzenére gondolok, hogy tényleg ezt a hirtelen váltást, amikor, és mi is elég gyorsan futottunk, mert most nyilván nem, ez nem az a mértékű befutás, mint amit mondjuk az Azit csinált, vagy az Azariát csinált. Tehát, de a magunk módján nekünk az is befutás volt, hogy játszunk mondjuk 80 embernek, és utána egy év múlva mondjuk 500-nak. Tehát, hogy mi azt is úgy érzékeltük, hogy úristen. És szóval, hogy ez a csomó mindennel jár, amit egyrészt fel kell dolgozni érzelmileg, másrészt fel kell dolgozni intellektuálisan, és harmadrészt még mindig ott van, hogy elértél egy sikert, és hogy lehet-e következetesen a saját utadon járva ezt a dolgot, amit közben persze megszerettél, meg is szoktál, meg ezt az életformát, ezt lehet-e hivatásszerűen csinálni, nekünk kvázi bot csinált a muzsikusoknak. És ha ezen a vékony ösvényen, ezen a szűk ösvényen nem tudtál végigmenni, akkor valójában frusztrált lettél, félős lettél, gátlásos lettél, és érezted azt a helyzetet, amit a Kispi is mond, és ezt nagyon sok magyar popzenésznél meg lehet figyelni, hogy azt érzi, hogy néha, hogy méltatlanul van ott, ahol van. Szerinted a pánikrohamaid azok ebből fakadhattak? Hát egy darabig voltak pánikrohamaim, de azoknak más oka volt. Most erre ne térjünk ki, ez nem tehát ez egy vegyes kereskedés, szerintem ezen általában nagyon sokan átestek. Ugye ezen a pánikroham, ugyanakkor nem tudod, hogy mi ez, én elmentem egy pszichológushoz, egyszer voltam, és akkor azt mondta nekem, hogy nem ismert meg semmi. Azt mondta, hogy nem lesz ilyen inga-binga meg ilyenek, hanem elmondtam a tüneteimet, és azt mondta, hogy mindenkinek van egy egyénisége, és ne hagyja, hogy az ő egyéniségét egy másik egyéniség, vagy több egyéniség lenyomja. És nekem ez elég volt, és ebből így nem gyógyszer meg ilyesmi, hanem így kijöttem belőle. Valakinek nem tud kijönni. Azóta rúgod be az ajtót az önkormányzatnál. Hát nem belerugom, de úgy próbálok megelőzni a problémákat, ez nem mindig megy. Én úgy gondolom, hogy ez biztos egy jót mondott. Tehát ez ritka, amikor egy pszichológus elsőre, vagy nem volt lehet, olcsó, hogy csak egy átadott. Szerintem az, hogy egyáltalán eljutottunk odáig, hogy az emberek pszichológushoz járnak, mikor mi voltunk fiatalok, a pszichológus az izé volt, aki oda ment, az beteg volt. Én is járok most, nyilván ez összefüggésben van a magánéleti ügyeimmel is, de szóval, hogy egyáltalán eljutunk odáig, hogy szavakat keresünk magunkra, meg a világba való vetettségünkre, és hogy abba hogy viselkedjünk, az már egy tök jó dolog. De az, hogy például a tizenekaratokban több ilyen pánikbetegségről lehet tudni, ezzel magyarázzátok? Nevezetesen, hogy... Nálunk mindenki pánikbeteg, még én is. Ezt nem mondod. Hát csak én tudtam kezelni. De nálad hogy jelentkezett? Hát... Szóval klasszik. Egy idő után, miután észrevettem, hogy valószínűleg nem vagyok szívbeteg, azt gondoltam, hogy jó, akkor ez a pánikbetegség. Hát légszomj, szapora szívverés, nem tudsz aludni, fölkelsz. Azóta is néha van, de ma már egyrészt röhögök rajta, másrészt meg a véletlenül szívromommal legfeljebb meghalok, nem? De ezek koncertek kapcsán nem jöttek fel, vagy nekem általában inkább magánéleti. Magánéleti. Nekem a koncertezés, én egy ilyen szerencsés csávó vagyok, nekem a koncertezés, főleg, hogyha bármi bajom van, nekem egy menekülés, menedék, és nagyon ki tud kapcsolni, ki tudom sütni vele tehát a pozitív stressz, az nekem nagyon hatékonyan működik az, hogy azzal ki tudok egy csomó mindent sütni. A te esetedben inkább próbatétel? Sok esetben? Micsoda? Egy koncert. Nem próbálja, szeretem csinálni, mondjuk én úgy csinálom, hogy pont ezt a izgulás, hogy lámpalázban, nem tudom, minek nevezzem, meg eleve. Én kizárom magamat a koncertre, tehát hogyha nehéz szitúban vagyok, akkor oda képzelem, mint a próbateremben lennék, tehát egy biztonságos helyre, tudod. Másik az, hogy előtte van ez a rengeteg pedál, ezeket lépkedni, Ez elvonja a figyelmemet, viszont várom mindig a számok között a konferenciákat, mert azokon nagyon jókat tudok szórakozni. Hogy kérdezzem meg, ha már van lehetőségem? Te ezért dohányzol színpadon ilyen megáltalkodottan? Hát nem azért dohányzok, azért, mert tudod, a korai időkben... De ezért dohányzol, mert ez egy pótcselekvés. Ez egy pótcselekvés, de... azt, hogy miért szoktál rá, azt most fogod most elmondani. Igen, de az első az egy látvány miatt volt ez, vagy több látvány miatt, mert megfigyeltem azt, hogy annak idején, hogy a zenekarok állnak a színpadon, ugye van a megmondó ember, az énekes, mondja magáért, és a gitárosok meg így állnak, mint a géppisztoly lenne, tudod, őrség a parlamentnél, tudod, és én mit csinálják, van, mit kell csinálni. Ők mindig azt hiszik, hogy nem őket nézik, tudod? Ja, ne, hát és van mindig, persze van, aki, én is mindig mikor beszélek, mondjuk egy koncerten vagyok, sokszor a dobost nézem, hogy mit csinál, amíg az énekes beszél. Az, hogy ti 2010-ben úgy döntöttetek, hogy ezt a zenekart feloszlatjátok, az, és most nem tudunk végigmenni, persze ennek a stációin, ennek nagy irodalma van, de ha nagyon egyszerűen akarom föltenni a kérdést, akkor az az, hogy egy picit elfogytatok, elfáradtatok így együtt, és azt éreztétek, hogy újat, jobbat, többet jelenleg ez idő szerint nem tudunk hozzátenni a Kispál életműhöz? Mi sem tudnánk jobban elmondani, mint ahogy elmondtad. Szerintem ez volt a fő ok, igen. Azért magunktól elfáradtunk el, hiába nem volt igazán konfliktus, sőt az utolsó, amikor ez ki lett mondva, hogy akkor vége a zenekarnak, akkor tulajdonképpen egy nagyon jó, majdnem egy évünk volt, tehát újra tök erős lett a zenekar, mindenki egy picit megkönnyebbült. Láttad, hogy most akkor vége, mindenki elkezdte tervezni azért a következő kis életét. Én szerintem mindenkinek egy picit ilyen az volt, hogy ez egy ilyen, egyszerre volt jó, ilyen édes teher, ahogy szokták mondani a költők, meg egyszerre volt nem édes is. Szóval, hogy így jó volt az, hogy így ezektől tehát azért mi viszonylag, ma már azt mondom, hogy viszonylag fiatalok voltunk, tehát a Kispi volt a legidősebb, 45 éves volt. Szóval, hogy én még nem voltam 43, és valahogy az volt, hogy akkor most vége az eddigi legfontosabb dolgunknak az életbe, de nem azt éreztük, hogy ez jaj, de nagy baj, hanem azt éreztük, hogy jó, de hát azért még vissza van egy csomó minden. És akkor a Kispi is csinált egy zenekart, én is jár, és volt bennünk ilyen ambíció, hogy akkor most majd akár egymásnak is, vagy az életnek, vagy úgy, tehát, hogy még egy kör, és most már anélkül csináljuk, hogy azt kéne állandóan hallgatnunk, hogy a bezzeg a zsákmány alatt az jobb volt. És nem csak. Ezt nem akartátok megvárni. De ti hogy vagytok saját magatok, és most a Kispál és a Borzról beszélek, életművetek megítélésével? Mondok egy példát, nem díjakban, nem koncertekben fejezném ezt ki, hanem egy tekintetbe, egy válveregetésbe, egy mondatba, egy hétköznapi mondatba. Ez hol érhető tetten az, hogy ti gondoltok-e, ha gondoltok arra, hogy egy generációnak, ezt most Stumpf Andrással végigbeszéljük, mit jelentett a Kispál? Azt hiszem, hogy akkor jöttem rá, hogy megértett csinálni, mikor egyszer kaptam egy levelet, akkor még volt Facebookon, hogy valaki, egy férfi azt írta, hogy tök jó, mert a ti koncerteteken ismerte meg a feleségemet. Ez az egy mondat volt. Adom, akkor már megérte. Ezt viszont sokszor szokták mondani meg, hogy ti voltatok a fiatalságon, meg hogy én egy csomó olyan zenekarban, akiről senki nem gondolja, hogy bármilyen köze van a Kispálhoz, hallom azt, hogy ők ismeri, hogy hallották, vagy ismerik, belőle és merítenek belőle, vagy valamiféle bátorságot merítenek belőle, hogyha ezt így lehet, akkor én még tudom jobban. Inkább ezt, hogy igen, mert valójában a Kispál egy bizonyos értelemben egy pofátlan zenekar volt, tehát bizonyos értelemben egy védtelen zenekar volt. Azért volt pofátlan, mert nagyon egyszerű eszközökkel, és nagyon nem páncélos zene, szóval, hogy a szövegek is, tehát könnyű azt mondani rá, hogy szar. Könnyű rá azt mondani, hogy ez mi, ilyet én is tudok csinálni. Ugye volt is egy ilyen dalunk, hogy ezt én is meg tudom csinálni. Tehát egy bizonyos értelemben szerintem van benne egy jófajta, friss, bátor hozzáállás az, hogy ez az ide nekem az oroszlánt is, és hogy nem kell egy ilyen nagyon szakmailag felvértezetten iszonyú izé van, hanem azt lehet mondani, hogy hol az a gitár, előveszem a sarokból, és ezzel az attitűddel elkezdek csinálni valamit. És szerintem ez egy jó attitűd. Vagy én legalábbis azt gondolom, hogy a popzenében ez egy nagyon fontos attitűd. Azon gondolkodtatok-e, hogy mi lenne belőletek ma 2024-ben a másik nélkül? Hát én biztos tanár lettem volna. Aztán még mai napig raklapokat javítani. Ezt komolyan mondod? De ha rég nem lenne újadban. Az meg, vagy seprűnyelet festenék. Hát ez is művészet, mert ugye a seprűnyel festéset szép piros legyen, és ne folyjon meg, az egy külön művészet. Hát jó, ez jól hát hangzik. Majd egyszer megmutatnám neked, nem, hogy valójában ezt jól hangzik, mert nyilván tudod, hogy ez egy poén, és biztos már nem először sütöd el, de valójában jó, akkor tényleg mi lettél volna? Na. Hát nem hiszem. Valami nem lettem volna földmérő, mert az a szakmám, de nem értek hozzá. Nem tudom, mi lettem volna. Lehet, hogy abba, ha nem így alakul az életem, lehet, hogy nem itt élnék, hanem kimentem volna a két osztálytársam a nyugatra. Nem tudom. De ha nincs Lovasi, lehet, hogy nem állsz színpadra, és nem vagy rockstar. Amikor a Lovasival megismerkedtem, 20, mennyi voltam, 22-23, akkor éppen abba akartam hagyni. Tehát én 14 éves korom... Haza fenyegetett, hogy ez az utolsó kísérlet. Nem, ezt komolyan mondom. Én próbáltam mindig zenekarokat találni, vagy csinálni, hogy valami legyen, de azt vettem észre, hogy én nem érek rá, mert moziba megyek, meg minden nem volt. Valamire én komolynak akartam, hogy az egészet magamnak csinálni, és akkor belefáradtam abba, hogy most én megyek. Na, talált egy embert, látod? Ja, tényleg, egyébként mi voltunk a Kispál ketten, akik még a zenekaron belül is, tehát a Rezső sem tudta annyira komolyan venni, meg annyira kitartóan csinálni. Ti akartátok a legjobban. Meg a Ricsi se, mi ketten, igen. Tehát tényleg, most ezt hidd el, hogy ez, amikor a második lemezünk megjelent, és kiderült, hogy a kiadónk nem plakátolta ki azt, hogy megjelent a lemezünk, és hogy lesz egy turnénk, egy héttel a turné előtt, akkor mi ketten beültünk a Kispállal a golfjába, vagy golfod volt akkor? Nem tudom. Akkor már volt jogsid, vagy valami volt. Már 20 éves autón volt, lényeg eljutottunk oda. És két éjszaka kiplakátoltuk a Dunántúlt. A saját kezetekkel. Akkor egyre válaszoljatok. És ez nem egyszer, tehát azért, tehát ez csomó olyan dolog, a Kispi, akkor eleinte beosztottuk, mikor nem volt menedzsentünk, én válaszoltam az olvasói levelekre, ő küldözte a szerződéseket, tehát én megbízhatatlan voltam, a Kispi iszonyú megbízható, de mi ketten voltunk azok, akik ilyen kicsit ilyen güzük voltak, tehát ezért rossz szó, ugye? Hát valamit a sublimáció, de hát jó, hagyjuk meg, csináljuk. Ezért is kérdezem, hogy te azt mondtad, hogy az első házasságot például erre ment rá. Nevezetesen, hogy a Kispál mindent felülírt. Te a gyerekeidhez való viszonyodra utaltál, hogy sokszor nem voltál ott, például a fiad esetén, hanem inkább koncerteztél. Hogy az jutott eszembe, ha már ezt említitek, hogy megérte? Most már mindegy. Szerintem most úgy közeledünk. Most pont a Rezső mondta nekem azt az Ózdi, hogy előbb-utóbb, mert neki is voltak ilyen dolgai, hogy felnőtté válnak, most 30 éves a fiam, úgy valahogy így elkezdik fölfogni, hogy na, hát itt van az öreg, az apám, és most is jöttünk haza Pestről a múltkor. Ő Hawaiiról érkezett, és a kocsiban tök jól beszélgettünk, aminek én örülök. De egyébként a lányomban nagyon jó viszonyban vagyok, de már fesztivál korszakokban volt, sokat voltam otthon, de igen, érződik. Egyszer elszólta magát, hogy apa, te nem fociztál velem. Soha. Mert nem is tudsz focizni. Hát egy más kérdés. Tehát vannak neki ilyen, látta más gyerekeken, hogy a szülők ott vannak, és ezért. Mi úgy éltünk, ezt komolyan mondom, mintha annyit voltunk együtt, mint hogy el lettünk volna válva. Mennyi volt? Volt, hogy évi 80, vagy nem is tudom hány buli volt. Érted? Hát ezt majd a gyerekeinktől kell megkérdezni, és nyilván majd nosztalgiával emlékeznek vissza az édesapjukra, hogyha már nem fogunk beledumálni, mert nem tehetjük. Biztos majd szépeket mondanak rólunk, annak ellenére, hogy egy csomó olyan szituációban nem voltunk ott kellett volna lennünk. Ezt majd ők eldöntik, hogy ez mennyire, vagy nem ők, hanem lehet, hogy a gyerekeik. Nem tudom, ezek ilyen, valószínűleg ezek, hogyha ezzel traumatizáltuk őket, akkor valószínűleg ez előbb-utóbb visszaüt ránk is, meg mindenkire. De hát nem tudom, szóval, hogy szerintem, hogy mondjam, én egy picit fatalistább vagyok ennél. Szóval én azt gondolom, hogy ha valaki megy a saját feje után, akkor az nem tud mindenhol oké lenni. Tehát nem tud mindenhol helytállni. Tehát az igenis áldozatokkal jár, igenis olyan társat kell találni magadnak, aki helyt tud állni, sokszor helyetted is. Ez egy ilyen játék. Nagyon szépen köszönöm. Kispál András és Lovasi András után jöjjön Stumpf András, a Válasz Online újságírója, hogy vele együtt beszéljük át a zenekar jelentőségét. A sorozat egy korábbi részében Malek Miklós Kró Györgyre hivatkozott, a jeles zenetörténészre, aki azt mondta egyszer, hogy úgy lehet megnézni egy alkotásnak vagy alkotónak a jelentőségét, hogyha kivesszük a rendszerből, vagy hogyha eltűnik, akkor mi marad utána? Mekkora az űr? Gondolkodtál ezen, hogy a Kispál mekkora űrt hagyott, vagy hagyott volna maga után, ha nincs? Hát ha nem lett volna Kispál és a Borz, akkor gyakorlatilag szerintem a magyar pop-rock zene utánuk jövő része is értelmezhetetlen. Nem teljesen értelmezhetetlen, nyilván a popzenének az a fajta tic-tucolós része az meg lett volna, meg ment volna tovább, ugyanúgy a Jóska levelet hozott a posta vonalon, ahogy az előtte is volt, de biztos, hogy mondjuk nem lett volna olyan a Hiperkarma, amilyen a Hiperkarma lett. A Karszonkóma sem lenne szerintem, hogyha nincs Kispál és a Borz, vagy nem ilyen lenne, hogyha lenne is valami ilyesmi zenekar. Tehát az, hogy abszolút iskolateremtő volt. Tehát volt ugye ez az elefánttól kezdve a Kaukázuson keresztül, volt egy időszak, amikor minden egyes ilyen új feltörekvő, ez a 2000-es évek vége környéke, mikor ők már éppen búcsúznak ugye el, de hát gyakorlatilag nem volt olyan friss zenekar, 30Y, ahol ne hallotta volna az ember azt, hogy hogyha nincs a Lovasi meg a Kispál, akkor ez nincs, vagy nem így szól. De mi volt az azonosság, vagy az analógia? Elsősorban az, hogy a 60-as éveknek a gitártémáiból, és nem a blues, meg a Hendrix gitártémáiból, hanem a beat témákból mert meríteni Kispál András akkor, amikor elkezdték ezt a muzsikálást Pécsett, és ennek a hatása aztán abszolút érezhető volt ezeken a gitárzenekarokon. Nyilván másnak is, mert akkor már britpopnak, meg mindennek, tehát hogy nyilván sok hatásból először minden zenekar, nem akarom azt mondani, hogy Kispál kópiák voltak, mondjuk ezek, akiket említettem véletlenül sem, de hogy nagy hatással volt ezekre a gitárzenekarokra, az biztos. A másik pedig nyilván Lovasi Andrásnak a szövegei, tehát az a fajta szabadság, hogy bármit lehet, meg irodalmat lehet csinálni pop, rock szövegekkel. Ez az ilyen alternatívnak nevezett széna, amit mindig kikértek maguknak, és teljes joggal kérték ki maguknak, mert ez egészen egyszerűen jó popzene, vagy jó rockzene, jó beatzene. Ehhez szerinted mi kellett az ő részükről? Pimasság, vagy tudatosság? Nagyon, nagyon tudatosak voltak ezek az emberek, amikor a 80-as évek végén elkezdték. Tehát az a fajta már munkába járásszerű próbálás, ahogy ők amennyire komolyan vették magukat meg a zenélést, az mindenképpen egy nagyon precíz vonal, és hát ez persze a Lovasiban is egyébként teljesen benne van. Tehát ez a kicsit habókos, szemüveges fiú rockstárkodik és vicceseket mond, az egyik oldal, a másik pedig az a svábvér, ami ahonnan jön, ez a tüchtig német, akik jó, le kell menni próbálni, és Kispál is abszolút ilyen, hogy ő szépen összemolyolja a cuccot, és akkor dolgozzunk. Ők dolgoztak, tehát ők nem azért lettek jók, csak úgy hirtelen, mert nem tudom, valami Mozart-szerű gyerekzsenik lettek volna a zenében, hanem egyrészt volt már helyi szinten múltjuk, másrészt dolgoztak, de az is kellett hozzá, ami minden igazán nagy zenekarhoz kell. És ez pedig az, hogy a különböző tagok, tehát ne csak egy igazi nagy egyéniség legyen a zenekarban, hanem több. És ugye ők háromtagú trióként indították nem úgy indították a Kispál és a Borz, de elég gyorsan trióvá váltak, és ott gyakorlatilag zeneileg is mindenkinek megvolt a saját olyan félreismerhetetlen ismertetőjegye, Kispál gitározása az olyan, hogy senki más nem gitározik úgy, mint a Kispál András. Ez nem azt jelenti, hogy ő a legjobb gitáros, hanem hogy annyira egyedien játszik, annyira egyedi témákat talált ki, már az elejétől fogva tényleg. A Lovasi, aki mikor megkapja a basszusgitárt, azóta sem értem, hogy hogyan tanulhat meg valaki, úgy, aki gitárosként kezdi a Kispál és a Borzban, majd aztán ugye az Ózditól átveszi a basszusgitár szerepet, mikor ő távozik. Pillanatok alatt olyan elképesztő témákat játszik a basszusgitáron, miközben énekel, hogy Sting szinten van. Tehát iszonyat tehetség, nagyon, nagyon személyes és egyéni megszólalásmód, és nem csak egy szereplőnél a zenekarban, hanem ott gyakorlatilag háromnál. Egy elemzés szerint a Kispál és a Borz nagyjából ugyanazt a szerepet és jelentőséget töltötte be a 90-es évek magyar rockzenébe, mint a 60-asban az Illés. Ezzel te egyetértesz? Annyira egyetértek ezzel, hogy gondoltam, hogy majd kell ilyen jól használható mondatokat mondanom, és ezt nem olvastam máshol, viszont fölírtam ide magamnak. Azt hiszem, pontosan itt van. Az a Kispál a 90-es években, nem az Illés volt a 60-asakban. Ezt konkrétan ide írtam. Úgyhogy annyira egyetértek, hogy nagyon. Nem tudnék jobban egyetérteni. Igen. Jelentőségét tekintve, tehát mondjuk társadalmi jelentőségét tekintve, egy bizonyos szubkultúrában kifejtett hisztérikus sikerét tekintve, hogy az analógia elsősorban hogy áll fenn? Nem csak az, hát nyilván nem lehet a 60-as évek Magyarországát, az épp kommunista Magyarországát, az éppen kommunizmus alól felszabaduló Magyarország helyzetével összevetni, társadalmi szinten teljesen más volt a 60-as évek meg a 90-es évek. A generációs hatás az mindenképp összevethető, de nem feltétlenül ez. Én amiért ezt leírtam, az nem annyira a társadalmi, meg az ilyen fiataloknak a zenéje dolog, hanem mint zenei minőség. Azért gondolom azt, hogy a 60-as években járt ott a magyar pop-rock zene, és ez az Illéssel történt meg, amikor úgy tudott világszínvonalat produkálni, hogy nagyon helyi ízű volt. Tehát az, amit az Illés megcsinálta a magyar népzene, meg a délszláv népzene beemelésével, az nagyon izgalmas volt, bár azt is Lennon és McCartney és Harrison taposták ki azt az utat, de ezt az utat elhozta az Illés Magyarországra, és itt a Börzsönyben is, meg mindenhol kanyarogni kezdett ez az út. Nagyon hasonló történt szerintem a Kispál. Ők vitték tovább, egyrészt mondom, még gitártémákban is olykor ezt a fajta beat vonalat, de főleg csak utalásféleképpen, hogy idézzünk is akkor Lovasit, de hogy olyan minőséget produkáltak nagyon magyar ízzel, hogy megint csak azt lehetett érezni, hogy valójában nem vagyunk elmaradva a nemzetközi nagy produkcióktól zenei minőségben. Nem tudom, hány számot íratott a Kispál és a Borz, több száz. Hú, hát ugye 11 lemez van, vagy 12, hogyha a Bandiahegyről is belevesszük. Mindegyiken van mondjuk 15, akkor... 200 szám mondjuk, közel 200 szám. Szerinted abból hány brilliáns? Hú, hát szerintem egyébként az utolsó lemezek, és ezzel ők biztos, hogy nem értenek így egyet, de nem baj, most már nincsenek itt. Az utolsó 5 lemez, az szerintem úgy zseniális, ahogy van. Tehát, hogy ott töltelékszámot nem találok rajta. És ez gyakorlatilag bálnak ki a partról. Az első ilyen, ami szerintem már jól is szól, már nincsenek rajta, de már a legeslegelsőn, tehát a Naphoz Holdal a Lefekszem a Hóba című dallal indul. Egy tipikus Kispál riffel, egy tipikus és nagyon jellegzetes Lovasi énekkel, ami hirtelen hangnemet vált, gyakorlatilag a dal elején, és az ember odafigyel, végre valami, ami izgalmas, végre, ami nem számítható ki előre, viszont mégis nagyon sajátos, megvan a saját keretrendszer, és azt hiszem ez a lényege az ő nagyságuknak, hogy megteremtettek egy formanyelvet, amelyen belül, a saját formanyelvükön belül ők értelmezhetők, és a következő számaik is azon a formanyelven belül írottak, de csak magukhoz képest, nem csak, de főleg magukhoz képest értelmezhetők, nem pedig valami külső akármihez képest. És ez a formanyelv, ami döbbenetes, legelső lemez, legelső számában ott van, minden jellegzetes eleme már ott van. A kispálság a gitáron, a lovasiság az énekben, a dalstruktúrában, akkor persze még a egyenesebb punkdobolás a Brajtigannak a csépelésével, ami nagyon jó. Szóval, hogy készen van a zenekar az első lemezre, persze az már 91-et írunk, és 87-ben alakultak, szóval nem csoda, hogy készen van az a zenekar, hogyha így nézzük, de mégis, hogyha az első valódi nagy lemezt megnézzük, az első dalában ott van az egész. Azt mondta Lovasi egy korábbi interjúban, hogy Ha fölépítenek egy sokkal profibb és tudatosabb menedzsmentet, akkor ez máshogy is szerveződhetett volna, hogy ebben ők nagyon ügyetlenek voltak. Te hol látod ebből kiindulva akár a zenekarnak, a brandnek a hiányosságait? Nehéz dolguk volt ebből a szempontból, ebből a brandépítés, meg marketing szempontból. Nagyon tisztán emlékszem, 97-ben, lehet, hogy nem túl tisztán, lehet, hogy 98-ban volt, azt hiszem, hogy 97-ben volt a Bálnáki Apartra nagy lemezbemutatója a Pecsában, azon ott voltam, és az volt az első olyan időszak, pedig még csak 97-et írtunk, amikor skandálni kezdett a tömeg, hogy Kispál ne legyen biznisz. Ezt üvöltözték be ott. Ez a Csinibaba után volt. Csinibaba után volt, azt hiszem, igen. Hát a Bálnák, ez a Csinibaba után volt. Igen. Tehát, hogy volt egy olyan nyomás ebből a szubkulturális közönség bázisból, amely azért a bázisát adta a Kispál közönségnek, hogy ez ne legyen kommercializált történet, ez legyen a mi kis szerelmünk, a mi kis klubbulis, titkos beavatottaknak szóló furcsa szövegek, és ő a mi sámánunk, és ne legyen a tévében, meg ne keressen vele pénzt. És akkor emlékszem, hogy a Lovasi azt mondta, hogy hát bocs, hogy amit dolgozunk, abból élünk, tehát hogy van belépő egy sorry. Tehát hogy látszott, hogy ott egy kicsit kiakadt egy pillanatig, hogy mi az, hogy ne legyen biznisz, tehát hogy nem szervkereskedőként keresi a kenyerét, vagy drogdílerként, hanem zenél egy zenész, és most mi abba a biznisz? De azért volt feléjük egy ilyen nyomás, pont abból a szubkulturális helyzetből fakadólag, ahonnan ők kinőttek, hogy ne legyen biznisz. Na most már miért ne legyen? Tehát, hogyha valaki, ez egyszerűen tényleg Amerikában vagy Angliában, az őshazájában pop rock zenének, két őshazájában, bár leginkább London az őshaza, de ebbe most nem megyünk bele részletesen, hát ez föl nem vető, tehát mi az, hogy ne legyen biznisz? Hát mindenki, aki muzsikális közönséget szerez, és az nagy bizniszt csinál itthon, ez a kommunizmus utáni 90-es évek eleje meg első fele, valami ilyen művészi tisztaság, és tényleg körbevette ezt az egészet, ami nem tette lehetővé, hogy mosópor reklámként működjön a zenekar, ami tök jó egyébként. Tehát ezért van neki jelentősége. Tényleg kifejezett valamit, és egyébként tartották is magukat ehhez. Lehet, hogyha úgy döntenek, hogy oké, akkor ugyanúgy, mint a porszívót, vagy a mosóport, ezt is el kell adni, és egy profi valami ott van mögöttük, akkor lehet, hogy még nagyobbat szól, de nem vagyok benne biztos. Azért nagyon-nagyon játszották őket. Azért az ő időszakuk, főleg a 90-es évek második fele, amikor nagyon nagyokat megy, az MSE például, hát az MSE-t azt mindenki kívülről fújta szerintem, a mai napig így van, és annak a klipjét orbaszájba játszották a zenetévék. Csinibaba elképesztő nagyot ment, a kicsit szomorkás, amit nyilván ők is rüheltek már egy idő után, meg nem akarták eljátszani, meg minden teljesen érthető, nem is saját dal. De közben azért tegyük hozzá, hogy ott is, amit művelnek, hogy ott a Kispál Andrásnak a gitárjátékát, meg a gitárszandját érdemes meghallgatni a kicsit szomorkás alatt, hogy mit művel az ember, meg a Lovasi basszuson egyébként, de hogy szól az a gitár, hát az tényleg világszínvonal. Ötletes, vicces, fricskázós, de közben nagyon-nagyon tiszta és profi, zseniális tényleg, amit ott művelnek, de azért ezeknek nagy sikere volt, ezeknek a daloknak. Nagyon nagy, ott voltak a Fábri-showban, mikor az még valami volt, és tényleg nézte egy, nem tudom, 1,5 millió ember. Szóval ők tényleg hírességek voltak, nem tudom, hova lehetett volna innen akkor még nagyobbra nőni, bevallom. De Lovasinak biztos van a fejébe ezzel kapcsolatban valami, nem tudom, meghódítják Amerikát az ő szövegeivel. Mondjuk az előnye meg lett volna, hogy az amerikaiak valószínűleg pont annyira értették volna a Lovasi szövegeket, mint a magyarok. Tehát, hogy ott nem lett volna hátrány. Pont ezt mondja Lovasi, hogy nem értette, hogy távolságtartó volt vele a zeneértő közönség és a szakma. Miért? Mert lilának látták, hogy annyira innovatív volt? Lilának látták, hiszen lila volt. Tehát azért tényleg, főleg az első lemezeken, a Lovasinak a szövegei, azok így betalálnak valahogy, szerintem érthető, hogy miért működik. A szöveg nem érthető. Tehát nekem, volt valaki, nem tudom már ki volt, aki ilyen tanulmányt is írt róla, és József Attilával vetette össze, és akkor levezette, hogy ez valójában József Attila parafrázis, és stb. Egyszer beszéltem a Lovasival erről, hogy ja, tényleg tök jól hangzik, de nem. Tehát, hogy a szövegek úgy nem érthetők, mint ahogy az I Can't Get No Satisfaction érthető. De van mindig egy-egy olyan sor azokban is, amire, tehát én ideig jöttem, most dolgozzon a lelkem. Fogalmad nincs, miről beszél, de valamit érzel, tehát annyira jó a sor, hogy egyszerűen érzelmileg megérint, és végülis a popzene, meg a popszövegírás az nem irodalmi traktátus, meg nem publicisztika, ahol nagyon szépen következnie kell az érvekből, egyik érvből a másik érvnek, hanem érzelmekre ható valami. És ezeket teljesíti. Tehát szerintem ez a megfejtés, ezért könnyű érteni, hogy miért működik, mert mindig van egy-egy sor, amit tök jó vagy beüvölteni, vagy nagyon eltalál érzelmileg, és nem tudod, hogy miért. Legalábbis én ezt tapasztaltam nem csak magamon, hanem azért egy elég széles közönségen. De a Lovasinak a szöveg alkotói énje, az sokat változott az évtizedek alatt. Hogyha ezeket az első dalokat megnézzük, ott tényleg nagyon sokszor fogalmunk nincs, hogy húsrágó, hídverő, mi van? De nem, fogalmad nincs. És azért az utolsó lemezeken ott pedig már, és nekem azok a legkedvencebb lemezeim, mondjuk a Velőrózsák, azon azért már annyira egyértelmű, konkrét utalások vannak az éppen aktuális Magyarországra, politikai viszonyokra, ott sem durván és művészet ellenes módon megcsinálva, de ott már lehet érteni, hogy miről beszél a költő, amikor azt mondja, hogy egy leszedált ország tapsolgat a szarnak. Ezt nem annyira nehéz értelmezni, mint mondjuk a húsrágó hídverőt így elsőre. Úgyhogy szerintem ebben változott, nem sokkal, de érthetőbbek lettek a szövegek. A hatásmechanizmus szerintem tök érthető. A 2010-es feloszlást, ha ezt annak lehet nevezni, hisz azért utána ők még koncerteztek és koncerteznek, azt te indokoltnak érzed, nevezetesen, hogy van olyan, amikor valakinek a kreatív energiái elfáradnak, szétnő, hogy egyszer András Vajnaytól hallottam ezt a kifejezést, hogy két ember szétnő egymástól, és ez egy természetes folyamat, hogy egész egyszerűen szerinted egy alkotói válságba keveredtek, és belefáradtak mindenbe, hogy mindezt megpróbálják reparálni, mert hogy több lett volna benne. Azt nagyon jól tették, hogy akkor volt búcsú koncert, és vége lett a történetnek. Szerencsére most úgy néz ki, hogy csak egy kis időre, egy olyan 20 évre, vagy mennyi? Nem 10? 14. 14, igen. Ott már nagyon régóta próbálták összeszedni magukat. Ugye az utolsó lemez, az 2004, az Én szeretlek téged című nagy lemez, ami csodálatos egyébként, tényleg elképesztő sötét, komor, rossz kedvű, de zseniális zeneileg, szövegileg egyaránt. Az 20 éve volt már, ugye? Igen, 2004. Igen. És akkor próbálkoztak ők, és egy EP-t ki is adtak, de egyszerűen nem sikerült összehozniuk azt, hogy együtt dal tudjanak írni. És azért nagyon sok idő, ez 6 év, 2004 és 2010 között, ami igazából nem jön össze egy nagy lemeznyi anyag. Szerintem bőven eleget próbálkoztak azzal, hogy összejöjjön, nem jött össze. Kispál biztos elmondta, beszélgettél velük, voltak lelki problémái, vagy pszichésen már nem bírta azt a terhelést, vagy valami efféle dolgok. Lovasi azt az örök mozgóságával mindent meg akar oldani, és meg is old. Pörög ezerrel, a kispásokkal lassabban ott. Ez természetes, hogy szétfejlődik, vagy hogy mondta Vajna? Szétnő egy idő után. És hát a tehetség is olyan egyébként, hogy basszus, tehát nem tudod, hogy meddig tart. Tehát, hogy ha már akinek van, azt se tudhatja, hogy meddig tart. Ébredhet úgy, hogy hopp, elmúlt. Olyan, mint az álom. Ez szerencsére nem múlt el, tehát hogy a tehetségük az nem veszett oda, és ez szerintem a tavalyi lemezen azért hallható, de az is még egy nagyon durván Lovasi dominálta lemez, dalszerzői szempontból úgy hallom, de azért már benne vannak a kispálos sajátos figurák, amik nem lennének nélküle. Úgyhogy hát, ha még majd most dolgoznak új anyagokon, megint teljes valójában előttünk áll majd a Lovasi Kispál szerzőpáros. Én nagyon szeretném, hogy ez még megvalósuljon, de ha nem valósulna meg esetleg, akkor sincsen semmi szégyenli valójuk az ég egyet a világon. Tehát az alatt az idő alatt gondolj bele, amíg ők lemezeket csináltak, ez 91 és 2004. Hát ez nagyon kevés idő, és gyakorlatilag az elején minden évben egy újabb nagy lemez. Iszonyatos tempó. És azokon a mindegyiken van legalább 3 olyan dal, amit tudsz. Tehát, hogy meg az is, aki nem nagy Kispál rajongó, hallotta már, és amit koncerten a mai napig eljátszhatnak nyugodtan, mert ismeri a közönség, és már jó dal. És az már mondom, az első lemeztől kezdve. Úgyhogy ez szerintem olyan teljesítmény, a Beatles tudott ilyet csinálni, hogy volt 6-7 évük, amikor felvettek dalokat, és stúdióban voltak, és az alatt megcsináltak gyakorlatilag mindent, amire aztán mások ráépítkezhettek, még ezt, meg azt, meg azt. A Lovasiék azt a tempót csinálták, és itt is igaz egyébként ez az összes hasonlítás, hogy az volt a 90-es években Magyarországon a Kispál, ami az Illés volt annak idején, vagy ami nemzetközileg a Beatles volt a 60-as években, tényleg az volt, mert ez a munkatempó, ez is csak ilyen nagyokra jellemző, hogy ilyen minőségben ilyen sokat tudnak produkálni, ilyen baromi rövid idő alatt.